Firenze városában, ahol már évszázadokkal ezelőtt is kedvelték a labdarúgás egyik ősi változatát, zsúfolásig megtelt a stadion. 25-ször találkozik itt egymással a magyar és az olasz válogatott. Az érdeklődés óriási, méltó a hagyományos magyar-olasz sportbarátsághoz. A játékos kijáróban megjelenik Rómer holland játékvezető, mögötte a magyar és olasz labdarúgó. Baráti kézfogás, Boniperti és Grosics válasz. És már is kezdődik a nagy találkozó. Az első labda a miénk. Fenyvesi hátra teszi, Kotászi a magyar csapat bal fedezete gurítja előre, de Boniperti ezúttal elcsípi a labdát. És most megfigyelhetjük, milyen pompásan adogatnak az olaszok. Átkerül a labda egészen a bal oldalra, aztán lojákonó két remek cselét látjuk. Kotász azonban üldözi, és végül sikerrel felel a magyar bal fedezet. Dobja tovább a labdát, ott van Sárosinál. Sárosit azonban üldözi az olasz fiú. Jó csellel elmegy azonban Sárosi, viszi fel a labdát, aztán előre gurítja Fenyvesiért. Ez a támadás jónak ígérkezik. A magyar balszélső a magyar térfél közepéről indul el. Faképnél hagyja Bonipertit, átvezeti a labdát az olasz térfél, aztán Díj leperdíti Albert elé. És most Albert elindul előre az olasz kapu felé. Egy csele már sikerült. Aztán nála marad újra a labda, majd egy harmadik olasz mellett is elhúzza. Szépen viszi föl, begurítja Díj elé. Díj 25 méterről váratlanul rálő, azonban Buffon kapus remekül vív. Ez nagyon szép magyar támadás volt. És most nézzük az olasz ellentámadást, ez is nagyon jól alakult. Izgalmas, érdekes, változatos a küzdelem. Móra jobb szélső bekeveredik, aztán átvágja Stacchini bal szélsőhöz a labdát, és most figyeljük Stacchini. Remek játékos ez a 21 éves fiú, rálövi a labdát nehéz tömbből, és Grosics óriási bravúrral hárít. Megérdemli Sárosi Laci segítségét a magyar kapus. Az első félidő eredménye 0-0. A második félidő olasz támadással kezdődik. Megint a bal szárny veszélyeztet. Stacchini bal szélső viszi fel a labdát. Milyen ügyes ez a gyerek. Aztán átvágja keresztbe a jobb oldalról beadásszál. De Grosics megint parád és védéssel tisztán. A magyar kapus kidobja előre a labdát. Tihi egészen hátra jön a magyar 16-os tájékára, onnan dobja aztán előre. Göröcsé a labda, a jobb összekötő balra küldi Kotászhoz, a bal fedezett áttör a labdával az olasz térfére. Gyerünk előre, gyerekek, Kotász most szépen begulít középre, ott van Albert Lilla labda. Milyen jó magyar támadás, aztán megint Kotászi. Kotász Göröcshöz játszik, Göröcs egyből visszateszi Tihihez, Tihi lő gól! Hideg zuhanyként éri a 60 000 olasz nézőt a váratlan magyar gól. Nagyszerű támadás volt. De most megint előre jönnek az olaszok. Boniperti a csapatkapitány, a legjobb játékos ezen a mérkőzésen az olasz csatársorban. Ott a labda magyar térfél közepén, jobbra küldi. Jó támadás alakul ki, meleg a helyzet a magyar kapu előtt. Mátrai a kapu torkában hárít, és aztán Grosics feleslegesen visszarántja az olasz játékost. 11-es. Cservátó szalad neki a labdának, lövés gól! Óriási örömmámor a firenzei stadionban. Zászlók, kalapok, párnák repülnek a levegőbe. Sikerült a kiegyenlítés. 1-1. A magyar csapat újra nagyon rákapcsol. Előre jön a labda, azonban Sándor elől Kolombó balfedezet küldi ki az alaponalon túlra. Aztán megint egy magyar támadás gördül előre, és ismét Kolombónak sikerül hárítania. Szögletrúgás, szépen száll befelé a labda, Bundzsák feje a kapu torkából, Szarti bálhátvéd küldi előre a labdát, de még mindig ott pattog a labda a 16-oson belül, Tílő aztán egy újabb lövés, és megint Szarti a gólvonalról rúgja ki a labdát. Micsoda szerencse! Aztán újabb magyar támadás, Görös gurítja befelé a labdát, a 16-os tájékáról Tihi rálövi mellé! Ezzel véget is ér a nagy találkozó. Az eredmény igazságos, egyegyarányú, eldöntetlen.